Jó estét kívánok mindenkinek! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Magyarországi Luther Szövetség és az Evangélikus Országos Gyűjtemény idei utolsó előtti rendezvényén, ahol a mai témánk majd a wittenbergi magyar diákok és a szombati nyugalom kérdése lesz, amiről dr. Csepregi Zoltán tanszékvezető professzor, az Hittudományi Egyetem rektora fog előadni, előtte azonban szokás szerint egy rövid igei intonációval kezdünk. Az elmúlt vasárnap, a Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap Zsoltárának keretverse: Uram, kegyelmed betölti a földet, taníts engem rendelkezéseidre. Azt gondolom, hogy ez az a Zsoltár, amit az ember legritkább esetben olvas végig egy lendülettel, hiszen a 119. a leghosszabb, 176 versszakból áll. Ez 8x22, nem csak a kabalisztika kedvéért mondom, hanem mert a héber ABC 22 betűjéhez szépen sorban, úgy ahogy a zengő ABC-ben, a magyarban is, de csak egy-egy sor van rendelve, itt viszont 8-8 versszak, ennek a közepén van. Taníts engem rendelkezéseidre. Azt gondolom, hogy a keresztény ember számára is nagyon fontos ez a mondat. Nyilvánvaló, hogy a Zsoltáros itt még a törvény rendkívül sok pozitív és negatív törvény ismeretére célozza be ezt a mondatot. Mi talán egy picit többet szeretnénk az Isten akaratából megismerni, és nem csak megismerni, hanem megélni is. Most amikor napokon belül elérkezünk a hónap utolsó napjához, és visszaállítjuk az óráinkat, egy órával tovább ünnepeljük a reformációt, mint normál években, akkor érdemes egy picit visszagondolni arra is, hogy a reformáció egyik legnagyobb vívmánya, hogy ez a tanítás, a Szentírás megismerésének lehetősége, immár nem csak a szent nyelveken, nem csak a magasan kvalifikált értelmiség számára, hanem mindenki számára anyanyelven elérhető. És hogyan jutott el ez a különböző népekhez, és így a magyarokhoz is, erről rektor úr szól most. Köszönöm szépen a szót! A cím, ha jól emlékszem, úgy szólt, hogy a wittenbergi reformátoroknál, tehát magyarokról abszolút nem lesz szó, ha csak nem megyünk bele abba a régi vitába, hogy ugye Luther, Márton, Melanchthon, Fülöp és ezek a többiek mind magyarok voltak. Ugye Calvin János egyértelmű K-val, A-val írjuk, úgyhogy. De most nem akarok ennek a kedvéért mindenkit magyarítani, a wittenbergi reformátorokról szólok, illetve a nyugalom napjáról. A nyugalom napjáról szóló vita 1524-ben kezdődött. A Luther és az egykori wittenbergi professzor társa Andreas Karstadt közötti vitában. Karstadt akkor már nagyon sokféle állásponton túl volt, és éppen a mózesi törvény érvényesítése volt az ő törekvéseinek a középpontjába. Ezzel szemben fejtette ki Luther azt, hogy a mózesi törvény nem vonatkozik a keresztényekre, de olyan határozottsággal, hogy a 10 parancsolat sem vonatkozik a keresztényekre, mert Luther álláspontja szerint, hogyha egyetlen egy előírást elfogadok a törvényből, akkor az egész törvénybe kell tartani mind a 613 rendelkezést. Tehát a keresztények nem mazsoláthatnak a mózesi törvényből, hogy a 10 parancsolat igen, és mondjuk az étkezési előírások nem. Tehát 1524-ben egy ilyen nagyon határozott döntéssel a 10 parancsolatot is kivezette Luther a keresztény életet szabályozó előírások közül. Utána persze más módon visszahozta, ezt több helyen is lehet olvasni, legelőször a Biblia ószövetségi részéhez szóló előszóban, ezt 1523-ban írtam, aztán nagyon részletesen foglalkozott ezzel a kérdéssel a keresztények és Mózes című írásában, ez 1525-ből való, viszont ezekben a szövegekben a szombat és a vasárnap, illetve az ünnepnap kérdés nem jön elő, ez kifejezetten abban a
vitairatban tárgyalódik, amelyet Luther 1524-ben Karstadt ellen írt. Ez a mennyei profétákról szóló írás, amely magyarul a Luther válogatott művek negyedik kötetében olvasható. Itt kifejezetten szó van róla, hogy sem a szombat, sem a vasárnap nem isteni parancs, és egyáltalán nem kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, hogy mostan a szombatot tartjuk-e meg, mint a zsidók, vagy a vasárnapot, mint a kezdettől fogva a keresztény egyház, mert a harmadik parancsolat, a szenteld meg az ünnepnapot a keresztényeket nem köti. És ezután természetesen szó van arról, mint már az előbb utaltam rá, hogy azért Luther valahogy visszahozza a 10 parancsolatot, akik itt a hallgatóság közül részesültek hitoktatásban, Béla biztosan, meg Botond is valószínűleg, azok tudják, hogy egyrészt a Kiskáténak a része a 10 parancsolat, másrészt azt, hogy a liturgiában is azért elhangzik. Sőt, itt a helyszelleme megköveteli azt, hogy megjegyezzük, hogy mostanában az úrvacsorai liturgiában hangzik el. Tehát Luther valahogy mégis visszacsempészi a 10 parancsolatot, de azt mondja, hogy hát nem azért szól nekem, mert ez isteni törvény, hanem ez a természeti törvény. Tehát a 10 parancsolat rendelkezései már eleve a szívünkbe vannak írva, és ennek semmi köze ahhoz, hogy Mózes valamikor milyen törvényt adott Izrael népének. És akkor mindjárt mondja, igen, a szívünkben van írva a természeti törvény, viszont ebben a természeti törvényben nincs szó sem a 7 napjairól, és nincs szó a képtiszteletről vagy a képtilalomról sem. Tehát egy ilyen, mondjuk lényegre törő 10 parancsolat van, ami a szívünkbe van írva, nem ölünk, nem lopunk, stb. Stb. Tehát az ünneplés, az ünnepnap kérdésében a harmadik parancsolat, mint isteni előírás, mint törvényes alap nem játszik szerepet. Viszont megint csak a természeti törvény, a természetjog, az, hogy az ember időnként elfárad, pihenésre van szüksége, ez a teremtés rendje, és ugyanúgy, hogy az ember időnként istentiszteletre vágyik, mert az istentisztelet az nem az Úristennek az igénye, az emberi igény, hogy az embernek természetes igénye a hálaadás, a könyörgés és minden más, ami az istentisztelethez kapcsolódik, tehát az egész ünneplést, az ünnepnap megtartását primán le lehet vezetni a természeti törvényből, a természetjogból, úgy, hogy ahhoz nem kell sem a 10 parancsolatot, sem Mózes, sem pedig az ószövetségi áldozati gyakorlatot, áldozati hagyományokat odarángatni. És akkor jönnek ezek a praktikus szempontok, hogy ahhoz, hogy a közösség összejöjjön és istentiszteletet tartson, ehhez ki kell tűzni egy adott helyet, adott időt, mert hogy mindenki különben máshol bolyongana, és nem volna megszervezhető a közös gyakorlat, és akkor a közösség erre kitűz időpontokat és helyszíneket, de ez teljesen a közmegegyezés kategóriájába tartozik, ha a közösség szerdát vagy pénteket, az egyik utcasarkot vagy a másik utcasarkot tűzi ki, az ugyanúgy lehetséges, amennyiben alkalmas, és hogyha ez a közmegegyezés véletlenül a szombatra vagy a vasárnapra, és a helyszín az egyik vagy a másik templomra esik, az meg valószínűleg egy logikus és racionális döntés. Tehát Luther ünnepfelfogása egy ilyen koherens, logikus egység, amely a teremtési rendre és a természeti törvényre alapoz, és teret enged az emberi szabadságnak és az emberi közmegegyezésnek, és még egy fontos szempont van benne, hogy amit a szabályozó elem tudnélik, hogy melyik nap legyen a hétköznap és melyik az ünnepnap, ennek az eldöntése Luther felfogásában egyértelműen a világi hatóságnak, a világi jognak a feladata. Mert a társadalom az, amelyik a közmegegyezéseket eldönti és szabályozza, mikor dolgozzunk, mikor tartsunk szünnapot, tehát ehhez a
közvetlenül az egyháznak, az egyházi tekintélynek, az egyházi hatalomnak nincsen semmi köze. Viszont van még egy nagyon fontos elem ebben a luteri rendszerben, az, hogy az ünnepnap hogyan lesz szent, hogyha már nem attól szent, hogy a naptárban pirossal szedik a nevét vagy a számát. Tehát egyértelműen leszögezi Luther, hogy az igehallgatás az, ami megszenteli az ünnepet. A hívő keresztény embernek nincs szüksége naptárra, a naptárt csak az együgyűek és a hitben gyengék számára állították össze. Be lehet látni, hogy nekik erre szükségük van, ők ebből épülnek, de hogyha valaki naptár nélkül boldogul, az ugyanolyan jó. Tehát egyértelmű az, hogy az ünnep van az emberért, a pihenés, a szabad nap és a Isten dicséretének az alkalma van az emberért, ahogy ezt Jézus is mondja az emlékezetes evangéliumi történetben, hogy a szombat van az emberért, és ebben nincs semmi kényszer, még szükségszerűség sem, hanem egyszerűen hasznosság. És akkor még van egy gondolat menet, de ez már a Nagy Kátéban, néhány évvel később, 1529-ben, a harmadik parancs magyarázatában, hogy a szombatnak is megvan a maga helye, hogy ez is egy ilyen különleges átmeneti állapot. Luther a schmuck szót használja, tehát egy ilyen ékesség, díszítés, tehát a szombatot is lehet értékelni, de semmiképpen nem úgy fogja föl, mint egy örök rendet, vagy pedig isteni parancsot, és ami a nagyon fontos, hogy az ünnepnapot, a szombatot Luther nem a teremtés történetből vezeti le. Ez teljesen világosan olvasható a Genezisről tartott előadásaiban, amit a 30-as évek közepétől a 40-es évek közepéig tartott. Tehát, ahogy az első teremtés történetben ugye olvassuk, hogy Isten a hetedik napon megjelent, és ez egy ilyen megalapozása a mózesi törvény ünnepnapra vonatkozó rendelkezésének, ezt a kapcsolatot Luther semmilyen módon nem aknázza ki. Tehát nem a teremtés történetből vezeti le sem a pihenésnek a szükségességét, sem pedig a hetedik napnak a megszentelését. Más kérdés, hogy a teremtési rendből, tehát az embernek a természetes született adottságaiból. Említettem már, hogy két szöveg foglalkozik ezzel a témával, az 1524-es vitairat, a mennyei profétákról szóló írás, az 1529-es Nagy Káté, ami egy tanító irat, ott a harmadik parancsolat magyarázatában, illetve van még egy harmadik szöveg, egy prédikáció, ami az 1544-es templomszentelési prédikáció. Ez egy jeles alkalom volt, amikor a torgaui választófejedelmi kastélyban egy kápolnát fölavattak, és ennek az avatásán prédikált Luther. Ebben a beszédben minden össze van foglalva, amit a templomról és az istentiszteletről tudni kell. Itt is van egy nagyon tömör és nagyon alapos gondolatmenet az ünnepnappal kapcsolatban, és ezt gondoltam most itten aranymondásként, vagy ajándékként, vagy borzsaszedésként a jelenlevőknek kiosztani. Talán mindenkinek jut, így szemre körülbelül. Nem olvasom föl, mert nincs kedvem fölolvasni, de annyit mindenképpen megér, hogy ki hazaviszi, és akkor már útközben a metrón elkezdheti olvasni, vagy elteheti magának. A Luther válogatott művek 6. kötetében olvasható. Tehát van Luthernél egy ilyen nagyon jól kidolgozott, jól felépített, önmagában, összhangban lévő ünnep felfogás, ami anélkül is megáll, hogy akár a szentírási helyekkel, akár a 10 parancsolattal, akár az egyházi hagyománnyal, az egyházi szokásokkal kapcsolatba hoznánk. Természetesen alá lehet támogatni ezt a Bibliából, ezt Luther meg is teszi, de ha éppen nem támogatná alá, ugyanúgy működne ez az elképzelés. És akkor itt most egy kis
szünet van, és ugrok egy másik megközelítésre. Ez a kortárs, hát jó, ezt a szót használom, katolikus megközelítés. Ugye ezekkel a felekezeti elnevezésekkel az 1520-as években óvatosan kell bánni, minden szereplő magát katolikusnak tekintette, és hogyha nagyon nagy lelkű volt, akkor még az ellenfeleit is katolikusnak tekintette. De talán ebben a körben nem lesz félrevezető, hogyha ezekben a vitákban a reformáció pártjához tartozókat nevezem evangélikusnak, és a velük szemben állókat katolikusnak, annak ellenére, hogy mondom, a 16. század első felében még egyáltalán nem volna szabad ilyen felekezeti besorolásokat alkalmazni. De hogy ne kelljen körülírni, meg ilyen a magyar nyelvtől idegen jelzőket alkalmazni, a német szakirodalom óhitűeknek nevezi őket, de hát ez az óhitű nem biztos, hogy a mai magyar köznyelvben annyira bevett fordulat. Úgyhogy maradjunk a katolikus jelzőnél. Tehát mit mondtak a katolikus vitapartnerek ugyanekkor az ünnepnapról? Az első szerző, aki foglalkozott a témáról, Luthernek egy ilyen bejáratott ellenfele, Johannes Cochleus, ő volt az első, aki Luther életrajzot írt, ez a Septiceps Luther, hétfejű Luther című életrajz. A címéből sejthető, hogy nem egy barátságos életrajz, de ennek ellenére nagyon értékes, mert olyan mozzanatokat is megőrzött Luther fiatal korából, melyeket egyébként másoktól nem ismerünk. Cochleus az ünnep kérdését az egyházi tekintély problémájával kapcsolja össze. Az ő gondolatmenete nagyon egyszerű, és ez a séma aztán a követőinél is világosan megjelenik, hogy a zsidók szombaton tartották az ünnepet, és ezt a szombati ünnepet, amelyet a 10 parancsolat is előír, az egyház a maga hatalmával, a maga tekintélyével áthelyezte vasárnapra. Tehát a katolikus felfogás szerint van itt egy folytonosság, a zsidók szombatjából lesz a keresztényeknek a vasárnapja, és ezt a transformációt, ezt az áthelyezést nagyon egyszerűen lehet magyarázni az egyházi tekintéllyel, az egyházi hatalommal. Tehát itt a főszereplő ebben a gondolatban az egyház, az egyháznak a joga. És Cochleus nagyon szépen elmagyarázza, hogy az új szövetségi iratok tanúsága szerint Krisztus is, az apostolok is, Mária is még tartották a szombatot, de aztán jött az egyház, és más érvek alapján, más szempontok szerint ezt a kötelezően tartandó ünnepnapot áthelyezte vasárnapra. És Cochleus még egy érdekes szempontot behozott ide, ami szintén nagyon fontos szerepet fog játszani a következő években és a következő gondolatmenetben, mégpedig föl melegítette a huszita hitvitáknak az egyik akkor bejáratott érvét. Tehát még a 15. század végén, jóval a reformáció előtt, a husziták, illetve a huszitáknak a katolikus kritikusai ugyanilyen módon ütköztek meg az egyházi tekintély és az ünnep kérdésébe, és akkor az akkori katolikusok mondták azt, hogy amennyiben a husziták tényleg annyira komolyan vennék a Szentírást, ahogy állítják, hogy komolyan veszik, akkor kötelesek a szombatot tartani. Mert hogy a szombat egyértelműen a Szentírásban van megalapozva, és aki a Szentírásból indul ki, aki számára a Szentírás tekintélye prioritás, az nem tehet más, mint a szombatot tartani. Ellenben azok, akik az egyház tanítóhivatalát és a pápai tekintélyt tartják elsőnek, jelesül a katolikusok, azok nyugodtan ünnepelhetik a vasárnapot. Tehát azt szegezték már a korábbi vitatkozók is a huszitákkal szemben, vagy választanak, vagy azt mondják, hogy ők a Szentírásnak a hű olvasói és követői, és ebben az esetben a szombatot kell tartaniuk, vagy pedig
ünnepelhetnek ők is vasárnapon, de akkor ezt az egész szentírást tessék elfelejteni. Mert az egyház volt az, amely a vasárnap ünnepét kötelező módon bevezette. Kokleus ugyan egy nagyon elkötelezett Luther kritikus volt, és még legalább 20 éven keresztül vesz részt a hitvitákban, és lesz tartósan Luther ellenfele, de azért nem ő volt a leginkább nehézsúlyú ellenfél ezekben a vitákban. Ez a nagyon komoly vitatkozó, és itt néhány őszinte elismerő szót is kell mondanom, ez Johannes Eck volt. Az az Eck, akivel Luther már 1519-ben Lipcsében vitatkozott. Ugyan nem állítom azt, hogy a korszak legnagyobb teológusa Eck lett volna. Voltak nála sokkal felkészültebb teológusok, de hogy a korszak legtaktikusabb és leghatékonyabb vitatkozója ő volt, ez nekem meggyőződésem. Hogyha az előbb már ezt a boxolós képet, boxolós hasonlatot mondtam, hogy Eck volt a nehéz súlyú ellenfél, akkor hozzá képest számos nagyember, akiknek az nevét nem sokára említeni fogom, tényleg pehelysúlyúnak számítanak. Tehát Ecknek kifejezetten zseniális érzéke volt arra, hogy az ellenfélnek a gyenge pontjait, az ellenfélnek a hibáit letapogassa, és aztán könyörtelenül kihasználja. Eck átveszi Kokleusztól ezt az egész érvelést és gondolatmenetet. 1525-ben állított össze egy kézikönyvet a protestánsoknak vagy evangélikusoknak a tévedéseiről és hibáiról. Ezt a művet általában úgy szokták emlegetni, hogy ez a 404 tétel. Pontosan 404 ilyen tévedést pécéz ki elsősorban Luther és Melanchthon írásában. Ugyanezt a gondolatmenetet tehát átveszi egy kis Kokleusztól, hogy az evangélikusok legyenek szívesek választani, hogy a Szentírás vagy a vasárnap, mert a kettő együtt nem megy. Ugyanolyan érvek alapján, ezt most nem ismerem meg, és még egy súlyos mondatot hozzátesz, hogy amennyiben az evangélikusok továbbra is a vasárnapot tartják, ezzel hallgatólagosan elismerik az egyházi tekintélyt. Nem kell nekik erről külön nyilatkozni, mindenki látja, hogy ezek ilyen vasárnapmániások, akkor ez csak is azon az alapon tehetik, hogy ők is a valamikori pápa és valamikori zsinatok tanítását szigorúan követik és hűségesen alkalmazzák. Ebbe az érvelésbe futott aztán bele Melanchthon az 1530-as Augsburgi Birodalmi Gyűlésen, illetve még előtte annak az előkészületei során a előadássorozatnak a hűséges látogatói valószínűleg emlékeznek rá, hogy ezen az 1530-as Augsburgi Gyűlésen, ahol többek között az ágostai hitvallást is felolvasták, Luther nem vett részt, hanem Melanchthon, és magát a hitvallást is, mint tudjuk, Melanchthon fogalmazta meg, nem pedig Luther. Luther pedig mindezt három járóföld távolságból, tehát tényleg klasszikusan a partvonal mellől kirekesztve, elfelejtve, kibic módra tudta csak követni. Melanchthon az ágostai hitvallás 28. cikkében foglalkozik az ünnepnap kérdésével, de ő már kényszerpályán van, mert az a 28. cikk az egyházi hatalomról, az egyházi tekintéről szól, tehát már pontosan belement abba a húzakodásba, abba a vitába, amit néhány évvel korábban a katolikus ellenfelek jelöltek ki ilyen vitatémaként. És ez volt a fő hiba, vagy ez volt az ősbűn, amit Melanchthon elkövetett, hogy egy olyan játszmába ment bele, amelynek a játékszabályait nem ő írta, hanem az ellenfelei. Később majd talán olyan kifejezést is fogok használni, hogy bele sétált ebbe a csapdába. Azt is lehetne mondani, de ezt nem mondom természetesen ki, azt is lehetne mondani, hogy az ellenfelei elsősorban belehúzták ebbe a csőbe, de ilyet ugye a hitvallás szerzőjéről nem mondunk. Csak gondolunk, de azt is csak halkan. Tehát Melanchthon eleve a kérdést, az ünnepnapnak a kérdését, az egyházi tekintély, az egyházi hatalom
szempontjából közelítette meg, nem onnan, mint Luther, hogy mi az embernek a természetes igénye, és annak ellenére, hogy igazából nem mond teljesen más, mint Luther, tehát nagy vonalakban ugyanazt mondja, nagy vonalakban azt mondja, hogy az ünnep kérdése az a világi jog hatáskörébe tartozik, hogy az ünnepnapot, az ünnep megszentelését nem lehet közvetlenül levezetni a 10 parancsolatból, nem a 3. parancsolatnak a rendelkezése, nem isteni jogon alapul. Ugyanúgy azt is mondja, hogy a keresztényeknek szabadságukban van egyik vagy másik napot kijelölni, stb. Stb. Tehát a fő vonalakban ugyanazt mondja, mint Luther, ennek ellenére mégis mások a keretek, mert valamilyen kényszertől hajtva megpróbálja ezt az ünnep kérdést az egyházi tekintély problematikáján belül elhelyezni, szépen felosztja, hogy mik azok a szertartási elemek, szokások, szabályok, amelyek isteni jogon alapulnak, mik azok, amik emberi jogon alapulnak, ezen belül mik azok, amik szükségszerű rendelkezések, mik azok, amik felesleges és ezért elhagyható rendelkezések, stb. Stb. Eközben itt foglalkozik a teológusok fülének nagyon kedves adiaforon problémával is. Hubert Lapi írt róla valamikor, már ő nem teológus, de az ő fülének is kedves ez a görög szó. Tehát, hogy mik azok a közömbös dolgok, amelyeknek nincs között üdvösséghez, stb. Stb. De ezzel a megközelítéssel, hogy az egész az egyházi tekintély, egyházi rendelkezések rendszerén belül foglal helyet, ezzel Melanchthon hát belesétált ebbe a kelepcébe, és ebből a kelepcéből már nem tudott kimászni. Az események úgy következtek, hogy Melanchthon ugye megfogalmazta az ágostai hitvallást, amit felolvastak június 25-én. Ebben valamilyen módon, de eléggé szükszavúan, meg kevésbé meggyőzően írta az ünnep kérdéséről. Ezután nyújtották be a katolikus ellenfelek az ágostai hitvallás száfolatát júliusban. Ez a ugye latin címén ez a konfutáció, de ez ennek az első sokkal részletesebb, sokkal bővebb változata, melyet később, mely ebben a formájában nem lett közkeletűvé, nem nyomtatták ki, nem foglalkozott vele a gyűlés. Erről mindjárt még valamit mondok. És ebben a konfutációban, amelynek a egyik szerzője Eck volt, és itt a kérdéses résznek egyértelműen ő volt a megfogalmazója. Ebben a konfutációban Eck ripityára szedte Melanchthonnak az érveit. Tehát, ahogy az előbb mondtam, a ringben, amikor a nehéz súly a pehes súlyúval találkozik, körülbelül ez volt a helyzet. Tehát olyan érzékkel találta meg azokat a pontokat, ahol ő találatot tud bevinni Melanchthonnak, hogy hát az nagyon kellemes nem volt. És ez volt a Eck kritikájának a végkicsengése, a végső konklúziója, hogy tessék választani, vagy a Szentírás, vagy a vasárnap, a kettő együtt nem megy. És Melanchthon egyszerűen nem tudott ezekre az érvekre mit mondani. Az egész helyzetet elkerülhette volna azzal eredetileg, hogyha nem megy bele itt az egyházi hatalom kérdésébe, de neki fontos volt, hogy ezeket a viszonyokat tisztázza, elkerülhette volna, hogyha az egész ünnepkérdést ő is a természetjogra alapítja, mint Luther, és hogy az egésznek egy ilyen funkcionális irányt ad, nevezetesen, hogy az ünnepnek a célja az igehallgatás, és Isten igéje bármilyen ünnepet meg szentel, függetlenül attól, hogy a naptár milyen napján, vagy pedig milyen helyzetben, milyen helyen, milyen közösségben történik. Tehát, ha nem veszi fel a kesztyűt, az egyházi tekintély kérdésének a kesztyűjét, akkor nagyon jól elkerülhette volna ezt a problémát, de hát ez nem így történt.
És júliusban kezd el Melanchthon levelezni Lutherrel. Luther ugye Coburg várában tartózkodik három napi járóföldre, és Melanchthon állandóan az emberi hagyományokról, emberi rendelkezésekről szóló kérdésekről bombázza Luthert, és Luther nem érti, hogy mi itt a probléma. És egyszerűen lerázza Melanchthont. Tehát hát elküldi, hogy hagyd már ezekkel a hülyeségekkel, senkit nem érdekel, mert ugye Luther nem tudja, hogy milyen éles viták zajlanak Augsburgban, meg milyen, mennyire kutyaszorítóban van Melanchthon ebben a vita helyzetben. Tehát maga Melanchthon is érzi, hogy nem elég következetes az érzelése, hogy lukas, hogy hézagos, hogy hiányok vannak. Tehát ez erre maga is rájött persze, de hogyha nem jött volna rá, hát az ellenfele rendesen rávezette. Végül aztán az történik, hogy a császárnak kell közbeavatkozni. És a császár utasítja a katolikus bizottságot, munkacsoportot, azokat, akik a cáfolatot megfogalmazták, hogy rövidítsék le, mert túl hosszú, illetve kifejezetten kéri a császár, hogy a stílusán is kicsit enyhítsenek. Aztán a császár tanácsadói pontos instrukciókat is adnak, nevezetesen azt, hogy ezt az egész ünnepkérdést ki kell belőle húzni. Tehát annyira kellemetlen volt ez az evangélikus oldalnak ez a feressége a vitában, hogy ez már a császárnak is ciki volt. Tehát nyilvánvaló volt, hogy a császár nem arra törekedett, hogy megalázza az ellenfeleket, tehát ő lezárni akarta a vitát, nem pedig kiélezni a vitát. Tehát fontos volt neki, hogy egy ilyen megérutat biztosítson az ellenfélnek, ahol méltósággal távozhatnak. Ezért aztán augusztusban egy jelentősen lerövidített és jelentősen barátságosabban fogalmazott cáfolatot nyújtanak be a katolikus teológusok. Ez lesz az a cáfolat, amit aztán a birodalmi gyűlés elfogad, és ami aztán nyomtatásban megjelenik. Tehát amit ma, mint cáfolatot ismerünk, ez az augusztusi változat, viszont a júliusi az kéziratban terjed, tehát ennek a tartalma azért közismerté válik. És így jön megint egy érdekes fordulat, tehát ennek a ma esti előadásnak nem az a fő üzenete, hogy Luther jó, Melanchthon rossz, ilyet természetesen nem mond senki, a fordítottját sem mondaná senki, hanem az, hogy az augsburgi birodalmi gyűlésen folytatott vita, az egyházi tekintélyéről, a szentírás tekintélyéről, az ünnepnapról, annak ellenére, hogy végül is a császár hatalmi szóval lezárta a vitát, a császár hatalmi szóval a napirendről száműzte ezt a vitát, mégis, amit június-júliusban a birodalmi gyűlés bizottságaiban vitaként zajlott, ez azért kikerült a nyilvánosságra, és ennek egy nagyon világos következménye, tehát az időbeli összefüggés az egyértelmű, és valószínűleg emögött egy okozati összefüggés is van, hogy ez vezetett a szombatos irányzat kialakulásához. Tehát ahhoz a radikális reformációs irányzathoz, amelyik a szombatnapot ünnepelte, a szentírásra hivatkozva az ószövetségi példák alapján, a legelső olyan szöveg, ami a szombat tisztelete mellett érvel, 1531-ből származik, tehát egy évvel a birodalmi gyűlés után, és ekkor jön létre néhány év alatt egy ilyen szombatos reformátori irányzat Morvaországban, amit aztán néhány év múlva Ferdinánd király felszámolt, tehát rendeletileg betilt, elüldözi őket, a követői közül sokan mártírhalált halnak, stb. Tehát az a morva szombatosság, amit ismerünk már nagyon régóta, mint jelenséget, hogy Morvaországban volt egy ilyen radikális szombatkövető, szombattisztelő csoport, ez közvetlenül az augsburgi vitákból vezethető le. Ugye azt mondta Eck, illetve azt mondták a katolikus teológusok, hogy a protestánsoknak választaniuk kell, vagy a Szentírás, vagy a vasárnap. Erre ugye
az evangélikusok azt mondták, hogy mindkettő, mint Mici Mackó a Nyuszi házában, emlékszünk a történetre, de nyilvánvalóan nem ez az egyetlen jó válasz. Későbbi szombatosok azt mondták, jó, akkor mi a Szentírást választjuk, és ha ez azzal jár, hogy a szombatot kell tisztelni, és szakítani kell a vasárnap követő keresztény tradícióval, akkor szakítunk ezzel a keresztény tradícióval. És elkezdődik ennek a szombat teológiának a kidolgozása, és nagyon érdekes, hogy ennek nincsen semmilyen zsidózós vonása. Tehát eltérően a 17. századi székely szombatosoktól, akik nagyon igyekeztek a saját teológiájukat a rabbinikus írásmagyarázatból alátámasztani, ezek a morva szombatosok, ezek nem voltak zsidózók, nem ragaszkodtak két kézzel az Ószövetséghez, hanem egyszerűen megpróbálták radikálisan érvényesíteni a Szentírás tekintélyét, olyan radikálisan, ahogy például a korabeli evangélikusok nem érvényesítették. Érdekes vonása, vagy érdekes sajátossága ennek a morva szombatosságnak, hogy több szálló kötődik Magyarországhoz, csak hogy itt Lagnerpali testvéremnek is valami örömet okozza. Egyrészt az az első szöveg, amely a szombat tiszteletéről szól, ez Oswald Glyde-nak a traktátusa, ez egyetlen egy példányban maradt fönt, éppen Magyarországon. Most az Eperjesi Városi Levéltárban található ez a kézirat, illetve ennek a szombatos közösségnek a hitvallása, amelyet 1535-ben éppen már a Ferdinánd által elkezdett üldözés hatására fogadtak el. Ez a szombatos hitvallás, ez is egyetlen egy példányban maradt föl, éppen Magyarországon jelenleg a Pozsonyi Egyetemi Könyvtár őrzi. És a harmadik magyarországi vonatkozása a morva szombatosságnak, hogy ennek a szombatos teológiának az egyik kidolgozója, és ennek az említett szombatos hitvallásnak az egyik aláírója, András Fischer, az a Fischer András, akit a középiskolai történelemkönyvek is emlegetnek, ő Magyarországon halt mártír halált. Tehát a legtöbb társához hasonlóan ő is mártír halált halt, csak őt véletlenül nem Morvaországban végezték ki, hanem Magyarországon. Még egy érdekessége van ennek a morva szombatosságnak, azt, hogy a kortársak teljesen félreértik, de mindenki félreérti, tehát mindannyian meg vannak arról győződve, hogy ezek a morva szombatosok a zsidók missziós akcióinak a következtében lettek szombathívők. Tehát Luther is így nyilatkozik róluk, írt is egy művet 1538-ban a szombatosok ellen, ez a címe, de nem csak Luther, hanem kortársa is, Erasmus is, Melanchthon is megvannak róla győződve, hogy ezek a morva szombatosok, ezek minden zsidó előírás betartanak, körülmetélkednek, stb. Pedig ők való tényleg csak a szombat kérdésében, és éppen azért, mert a szombat vált a fő vita témává az Augsburgi Birodalmi Gyűlésen, csak a szombat kérdésében váltottak radikálisan, tértek el a protestáns mozgalomnak a fő irányzataitól. Ez a morva szombatosság viszont, mint mondtam, az 1530-as, 40-es években teljesen eltűnt. Kiirtották, annak is örülhetünk, hogy néhány kézirat őrzi az emlékét, és mint mondtam, az a székely szombatosság, ami néhány dologban hasonlít rá, és ami a 20. századig létezett és ismert volt, ez egy egészen más kiinduló pontról indul el, egészen más logika alapján, és a magának a vallásosságnak a formái is lényegesen különböznek a morva szombatosságtól. Tehát ennyi volt a ma esti mondani valóm, Luther és az ő ünnepfelfogása, utána Melanchthoné, illetve Melanchthon katolikus ellenfelei, és hogy ez hogyan vezetett egy ilyen furcsa logika útján egy egészen egyedülálló és eredeti teológiai
teológia, a szombatos teológia kialakulásához. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon szépen köszönjük rektor úrnak az előadást. Természetesen néhány kérdésre mindig most is van lehetőség. És amíg a közönség a kérdésekkel gondolkodik, nekem egy jutott eszembe, hogy a Kókeusz féle 404 összefüggi az internetnek is az a legnagyobb hiba kódjával a 404-jel. Látsz-e itt bármiféle áthallást? Hát eknek a 404-je. Vagy egyké, bocsánat. Igen. De jó ötlet lenne elnevezni erről a hiba kódot, mert ugye ez is hibákat gyűjtött össze, viszont ne felejtsük el, hogy a 404 hibakód csak egy dolgot jelöl, hogy nem található, és nekem az volt a baja ezekkel a szövegekkel, hogy nem voltak ott találhatók, hanem épp, hogy ott találhatók voltak. Szeretne valaki kérdezni? Tehát, hogy csak pontosítsuk, hogy akkor, amikor Luther azt írta, hogy bármikor lehet, bármelyik napot meg lehet szentelni, ő ettől függetlenül vasárnaponként prédikált a templomban, ugye? Igen. Vasárnapon prédikált, mert azt mondta, hogy ez praktikus, mert az emberek már megszokták. De abban azon a lapon, amit neked is adtam, ott olvashatod, hogy ez hétfő vagy kedve, az ugyanolyan jó. És hogyha éppen egyszer úgy látja a közösség, hogy a hétfő vagy a kedv praktikusabb, akkor legyen hétfő vagy kedv. Tehát ez nem isteni előírás, sem a szombat, sem a vasárnap. Én a múlva szombatosoknak a félreértéséről szeretnék egy kicsit kérdezni, vagy ezt megtisztelni, hogy vajon nem szándékos félreértésokra tényleg ezt gondolták, mert hogy a judaizálással vádolni az ellenfelet az valamennyire divatos is volt, de vagy tényleg mennyit tudhattak róla, hogy ezek az emberek hogy élnek, mint vannak. Én nem azt mondtam, hogy félreértették, ez egy nagyon tudatos döntés volt a részükről. Tehát a félreértés akkor szándékos. És természetesen olyan értelemben judaizáltak, hogy köztük is voltak hebraisták, tehát Fischernek is, ha nem is maradt fönt egy műve, de töredékekből ismerjük egy művét, és tudjuk, hogy ő héberül is citálta az Ószövetséget, tehát valamilyen értelemben hebraisztikai tanulmányokat folytatott, de olyan értelemben nem judaizáltak, hogy komolyan foglalkoztak volna mondjuk rabbinikus magyarázatokkal. Tehát őket annyira nem érdekelte a zsidó hagyomány, vagy a Szentírásnak a zsidó megközelítése, hanem erre a szombat kérdésre voltak rá. Ezentúl nagyon nem mentek bele mélyebben a dolgokba. Az a kortársak félreértése volt, hogy következetesen prozelitáknak, judaizálóknak, tehát zsidózóknak, meg hasonló módon titulálták őket, tehát a kortársak nem tudták felfogni azt, hogy más módon is eljuthat valaki a szombat tiszteletéhez. Nincs sok szövegünk, tehát megvan Oswald Clarke-nak a traktátusa 31-ből, megvan ez a hitvallás 1535-ből, illetve Fischernek a műve csak olyan módon maradt fent, hogy az ellenirat van meg, és az ellenirat elég bőven idézgeti őt ahhoz, hogy nagyjából az ő gondolatmenete is kiderül, de tényleg olyan gyorsan felszámolták ezt a közösséget, tehát a szervezett közösséget néhány év alatt felszámolták, aztán még néhány túlélő maradt, de azok már nem írtak, meg nem igazán tudták alkotókodon ezt a gondolkodást folytatni. Úgyhogy amit ennek a közösségnek az életéről tudunk, azt lényegében három szövegből ismerjük. Azt szeretném megkérdezni, hogy érdekes, hogy van 10 parancsolat, és akkor igazából egy körülbelül csúcsosodnak itt az ellentétek és a magyarázatok. És igazából a császárnálás pontja izgalmas, most nekem ilyet válaszolni.
hogy én tényleg beletoljuk az evangéliusokat a szombatban, akkor, akkor az már túlságosan általános, túlságosan felforradná a mindennapi rendetnénk, hogyha szépen vasárnap mennek templomba, akkor igazából, hogy a templomban belül mit gondolnak és mit mondanak, és hány szín alatt az Isten igazából nem is annyira zavarja meg a birodalom békét, mint hogy évnek kell a hétfőtől szombatig valamit más csinálni. Szerintem a császár nem gondolta komolyan azt, hogy itt a, akár a szombatnak, akár másnapnak esélye van, tehát biztos volt benne, hogy a evangélikusok maradnak a vasárnap, mert ettől maradtak is. A császárnak az volt a célja, hogy pacifikálja a helyzetet, amúgy is ezzel a vallási kérdéssel tele volt a hócipője. Tehát nehogy azt gondoljuk, ezt különben Rajsz Andrással maga ágostai hitvallás kiadásában, abban a monumentális tanulmányban nagyon jól bemutatja. Nehogy azt gondoljuk, hogy ennek a birodalmi gyűlésnek a vallási kérdés volt a leg-leg főbb kérdése, volt ott mindenféle más is. Elsősorban politikai és jogi kérdések. Tehát a császár szerette volna ezt a vallási kérdést minél előbb, minél simábban lezárni, hogy a számára fontosabb dolgokkal foglalkozhasson, ez az egyik. A másik az, hogy a császár olyan módon szerette volna ezt a kérdést lezárni, hogy azt az evangélikus rendek is el tudják fogadni. Tehát a császár egy olyan megoldáson gondolkodott, olyan megoldáson dolgozott, hogy lehetőleg, ami aztán a végső határozatba kerül, azt a rendek minél nagyobb többsége megszavazza, tehát nem csak a katolikus rendek, hanem az evangélikus rendek is. Tehát mindenképpen kerülni kell ezeket a provokatív témákat, provokatív kifejezéseket. Tehát azt gondolta Károly, hogy egy ilyen finomított cáfolatot talán lenyelnek az evangélikusok, és akkor mindenki nyugodtan hazamegy, tudjuk, hogy nem így volt. Az evangélikusok annyira nem mentek nyugodtan haza, hogy meg se várták a gyűlés végét, hanem már két hónappal előben utaztak. Köszönjük szépen a kérdéseket és a válaszokat is. Köszönjük szépen. És ebben az évben az utolsó előadásunk mához 4 hétre, november 25-én lesz, amikor Kriding János, a Műegyetem professzora, a türelmi rendelet előtti evangélikus templomépítészetről fog beszélni. Erre az alkalomra is mindenkit szeretettel hívunk és várok. Jó pihenést kívánok!